Köszöntöm Varga Andrát a Ajka Televízió stúdiójában, úgyis, mint a Csinger vagy Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatóját, egy éves születésnapja alkalmából. Úgy értem, hogy egy éve nevezte ki körülbelül az önkormányzat ügyvezető igazgatónak. Az, hogy milyen út vezetett idáig, azt talán hagyjuk is, mert ha ki olvassa mondjuk az Ajkai Szót, nézi az Ajka Televíziót, nagyjából tájékozott, ha meg nem érdekli, akkor most minek bántsuk ezzel. Inkább az érdekelne, hogy az elmúlt egy évben, mióta megkaptad, hát nyilván kollégák vagyunk, valahol tegeződhetünk, az ügyvezetői kinevezést mit sikerült létrehozni? Azzal együtt, hogy zsákba nem lehet táncolni, zsákba kötve táncolni, de nyilván azért valamilyen lehetőségek adódtak, és hát tájékozódhattunk arról is, hogy pályázati forráshoz is sikerült jutni. Tehát akkor mi történt nagyjából az elmúlt egy évben a Csinger Völgy Nonprofit Kft. Házatáján? Hát én is sok szeretettel köszöntöm a nézőket. Hát nagyon sok minden történt. Igazából nem tudom, honnan kezdjem. Talán kezdjük onnan, mert A Kályhától. Ugye a kriptongyár, az a világ első kriptongyára, az a Csinger Völgy Nonprofit Kft. Tulajdonában van. És hát igazából azzal kezdődött a munkánk, hiszen ott állt üresen ez az épület, és az Európai Kulturális Főváros programja egy jó lehetőséget adott arra, hogy ezt az épületet meg tudjuk menteni, és felruházzuk egy olyan új funkcióval, ami a közösségek számára vonzó lehet, vagy a helyi közösségek tudják ezt használni. Ugye ez volt az első sikerünk tulajdonképpen, hogy elkészült egy stratégiai terv, majd benyújtottunk egy pályázatot az LKF infrastruktúra fejlesztési pályázatára, és hát ugyan nem annyit, mint szerettünk volna, vagy szükséges lett volna, de nyertünk 300 millió forintot, amiből el tudtunk legalább indulni. Csak hogy elborzadjanak a nézők is, mennyi kéne összesen, hogy az egész hát akkor 1,1 milliárd forintra adtuk ennek be a pályázatot. Így van, tehát hogy ennek ellenére úgy döntött a városvezetés, hogy kezdjük el, aztán majd... De sikerült is látványos eredményeket elérni, ha tudatában vagyunk annak, hogy mekkora pénzből gazdálkodhatott a Kft. Így van, és igazából most az alsó szintjét sikerült úgy rendbehozni, hogy itt most már azért tudunk olyan mértékben csinálni programokat, tehát kiállításokat elsősorban, tehát nagy zenés-táncos rendezvényeket értelemszerűen nem, hiszen a középső és a felső szintje ugye az még érintetlen szinte, de reméljük, hogy az idei évben már azt is el tudjuk kezdeni, hiszen egy top plusz turisztikai projekt keretében nyertünk még 500 millió forintot rá, ami azt jelenti, hogy ki tudjuk végre cserélni a födémet, talán megszűnik így a beázás, és akkor a második és a harmadik szint is használhatóvá válik. Most ne ugorjuk át azt a részt, hogy a tervező munka maga egy olyan folyamat része volt, amiben igyekeztetek bevonni a majdani használókat, művészeket, zenészeket, festőket, fotósokat. Erre milyen erőfeszítéseket tettetek? Hát ez nagyon fontos, ugye a közösségi tervezés, ezt azért, ha végig kísérted a munkásságomat, akkor láthattad ezt több helyen, hogy akár a CLLD program keretében, vagy ezt megelőzően más projektek esetében, közösségi tervezés az nagyon fontos, mert ezt magáinak kell érezni mindenkinek. Tehát ugye főleg a kriptongyár esetében ez azért lényeges, hiszen nagyon sok ember vagy családtagja dolgozott itt, amikor még az üveggyár üzeme működött itt. Tehát, hogy akik használni fogják, azoknak ott kell lenni, ők tudják, hiszen azt, hogy minek hol kell lennie ahhoz, hogy használhatóvá váljon. És ugye a közösségi tervezés az mindig azért is jó, mert be tudjuk vele vonni a résztvevőket, a majdani használókat, és sokkal inkább magukénak tudják ezt érezni, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog minden egyes esetben, vagy minden projekt esetében, és tényleg ezt láttam, hogy akárhány lakossági bejárást meghirdettünk, én ott mindig elmeséltem, hogy hogyan kezdődött ez a sztori, mivel fog folytatódni, mit szeretnénk ott csinálni, ott mindig előkerült az, hogy ki hogyan tudná ebben a saját helyét megtalálni. És ugye nagyon sokan jöttek, akik mondták, hogy ott dolgoztak, és hogyha lesz majd olyan jellegű program, vagy workshop, akár az üveggel kapcsolatban, vagy üvegművészettel kapcsolatban, nagyon szívesen jönnének.
és szerintem ez jó abból a szempontból, hogy ki lesz használva a ház, azt a tudást, ami itt van a helyi emberek életében, az nem veszik el, tehát ezt meg tudjuk őrizni, vagy fent tudjuk tartani, és ez nagyon fontos a város identitása szempontjából. Most ez egy szószoros értelem multikulturális központnak készül, tehát nagyon fontos a látvány, a fény szerepe. Ehhez kapcsolódóan nagyon ravaszul meghirdettetek fotópályázatot is, én úgy emlékszem rá, és nagyon szép alkotások születtek, illetve hát maga a hangzás, azt nem tudom, mennyire lehet úrra lenni egy ekkora térben, az akusztikán, ez nem lehet egyszerű dolog, vannak erre elképzelések? Természetesen. Hogy koncerteket lehessen például tartani? Hát bent azt hiszem, hogy csak Csínyán volt már videóklip felvétel épp a múlt héten, és hát nagyon hangos, tehát nagyon, nagyon hangos lesz, tehát benne az épületben, tehát kijön a hang nagyon. Meg egyelőre azt hiszem, hogy tehát a középső, tehát egyik szintje sem lesz, én azt gondolom alkalmas arra, hogy a hang visszafelül felületek sem igazán optimálisan működnek, gondolom. Nem, ahhoz, egy nem ezért komoly zenei koncertet lehessen például. Nem ezért, hát komoly zeneit még el tudok képzelni, mert egy, nem tudom, mondjuk egy vonós négyes az nagyon jól elférne itt, és teremtene akkor a kontrasztot, hogy az izgalmas lenne, de mondjuk egy könnyű zenei koncertet belül az épületben biztos nem, részint azért, mert az alsó szintjében nincs meg az a belmagasság, a középső szintjében meg nem lesz akkora hely, a legfelső szintjére meg felcuccolni, tehát hogy azért az nem. Macera. Nem gondolnám, hogy nagy mondjuk rockzenekarokban kellene gondolkodni. Hát klipforgatásra arra alkalmas, de hát oda is ugye fel kell vinni a technikai eszközöket, ami ma még azért nem olyan egyszerű. Na most a többi művészeti ággal hogy állunk? Tehát festők, alkotótábort esetleg rendeznek-e ott, vagy fotósok? Persze. Tervben van, igen, tervben van. Ugye fotósok folyamatosan jönnek, meg most van benne egy kortárs kiállításunk, Németh Gyula Derkovics díjas grafikus művész fémszobrai láthatóak. Hát igazából ugye ez a különleges hely, meg ez a különleges kiállítás így egymásra talált, tehát hogy nagyon sokan jönnek megnézni, nagyon izgalmas, meghökkentő, inkább azt hiszem talán ez az egyik legjobb szó erre. Tehát, hogy nagyon sokakat megfog ez az atmoszféra, ami ott található, és hát sokan jelezték, hogy szeretnének bekapcsolódni ebbe a munkába, ebbe a tevékenységbe, vagy megmutatni az alkotásaikat. Hát ugye ezt majd jövőre tudunk ennek teret adni, mert hát az idei évben ugye most van a Krypton, a fiatal önkéntesek szerint, aztán szeptember-októberben lesz a Crypt Off, mert hogy ugye remélhetőleg elkezdődnek a felújítási munkák, és reméljük, hogy jövő nyáron már aztán teljes egészében tudunk haladni. Nem tudom, jól emlékszem, egy szó volt korábban egy augusztusira tervezett rendezvényről, Superman napról? Igen, az lesz. Igen, az meg lesz? Augusztus 12-13-án, illetve 11-én az Interurbán, ami szintén ugye a külföldi fellépőket hozza az Európai Kulturális Főváros programjába. Ők hoznak egy svéd DJ-t, aztán ugye 12-13-án Superman, hát nem Superman találkozó, hanem utazás a Krypton bolygóra című projekt, de ami a mi Brody Superman projektünknek a folytatása. Ezt hogyan kell képzelni, ezt a projektet, hogy hova megy valaki, milyen élményben lesz része? Hát arra törekszünk elsősorban most, inkább olyan digitális megoldások lesznek, amik még nem annyira ismertek, nem annyira népszerűek, el lehet majd látogatni virtuálisan a Krypton bolygóra, lesznek olyan, hát amik gyakorlatilag a szuperhősökre jellemző feladatok, tehát játszani lehet, nagyon sokat, lesznek selfie boxok berendezve, lehet majd selfizni egészen újszerű dolgokkal, lesz airsoft. Ezt hiszem, tartalmas időtöltésnek, ha valaki oda megy szórakozni erre az 1-2-3 napra.
Így van, lesznek kvízek a fiataloknak, zenei programok, kiegészítő programok, tehát én azt gondolom, hogy aki majd oda ellátogat, az jól fogja érezni magát, és aztán majd lesznek meglepetések is, de hát arról most még nem beszéltetek. Igen, majd nyilván. Aki eljön, az akkor, és a többi akkor az. Megláthatja. Igen. Most említetted, hogy ez még fejlődni fog, kaptatok pénzt a fejlesztésre. A környékbelieknek gondolom külön szerencsé, hogy nem csak egy kész dolgot látnak, hanem azt is, hogy hogyan készül el, és bármikor tulajdonképpen ellenőrizhetik a stádiumát a dolgok állásának. Most a kriptongyártól kicsit eltávolodva rengeteg olyan kevésbé látványos feladatotok is van, amit azért, ha más nem, de hétköznapi működtetést jelenti, például a Városi Múzeum, Bányászati Múzeum. Ez milyen feladatokat jelenti, van-e ez valamilyen támaszott segítségen? Hát ugye a Bányászati Múzeum és a Városi Múzeum és Fotógaléria szeptemberben került a Csingervölgy Nonprofit Kft.-hez működtetésre. Hát igen, itt sok feladatunk volt, illetve hát azért fájdalmas dolgokat is meg kellett tennünk, hiszen ugye először is a nyitvatartási időt kellett rendeznünk, hogy hétvégén nyitva legyen, tehát szombat-vasárnap is, és hétfő-kedre essen a szünnap. Meg kellett emelnünk a belépőjegyárakat, mert ugye nagyon magas a rezsiköltségünk. Szembe jött az élet, hát, hát ez van. Az mindig szembe jön, igen. Tehát, hogy egy kicsit ugye fel lett bolygatva a kollégák élete is, de én azt gondolom, hogy minden ott dolgozó kolléga magáénak érzi ezeket az intézményeket, hát szerintem te is tudod, hiszen csináltál már ott több interjút, és hogy mindenki elkötelezett abban, hogy megpróbáljuk fejleszteni, hiszen én azt gondolom, hogy az Ajkai Bányászati Múzeum az egyik talán leginkább érdeklődésre számot tartó intézményünk, egy csodálatos természeti környezetben van, egyedi látnivalói vannak, egyedi tudásanyag van ott, egyedi edukációs lehetőségeket tud biztosítani, és azért látszik a számokon, tehát nagy mértékben nagyjából 50-70%-kal megemelkedett a látogatók száma, ugyanúgy a jegybevételek aránya, tehát hogy ha mérni akarunk eredményeket, akkor ezen azért le lehet mérni, hogy van változás, vagy történt változás. Hirdetjük az ottani programokat. Most ha nem menjünk messze, de a június 24-én a múzeumok éjszakáján ugye mindhárom intézményben voltak programok, és a Bányászati Múzeumban ugye a délutáni részt azt a Városi Könyvtár segítségével szerveztük, ott is nagyon sokan voltak, tehát több százan, este meg ugye meghirdettük ezt az éjszakai tárlatvezetést, kicsit beszíneztük a tárót, hát 300-an voltak ott a Városi Múzeumban is, több mint 100 totót leadtak, ami azt jelzi, hogy annál több ember volt ott nyilván, mert ugye nem mindenki töltött ki totót, és a kriptongyárban is, tehát megtellett az összes meghirdetett létszám, sőt, hát nagyon sokan el se tudtak jönni, mert nem fértek már be. Én őszintén szóval nagyon úgymond beleszerettem a Bányászati Múzeumba, elnézést, hogy ezt a szót használom, de van egy egyesület, Veszprém, Túrajó Egyesület például, amelyik rendszeresen szervez túrákat, bemutatókat a Bányászati Múzeumban. Én is jelentkeztem egyre, még nem tudtam menni, de hétvégén ott leszek, most már egészen biztos. Tehát vannak szimpatizásai a múzeumnak, sőt találkoztam egy Szunyog Gábor nevű mérnök úrral, aki rendkívül lelkesen nem csak hogy beszélt a múzeumról, hanem tevőlegesen, manuálisan hozzájárult a fejlesztésekhez, és még biztosan fog is. Most egy kicsit a perifériára tévedve beugrott ilyen, hogy olvasókabin beváltotta hozzáfűzött reményeket. Ez egy ilyen réteg műsornak tűnik a többihez képest, de hát hogyan kell ezt értékelni akkor? Hát az pár hónap eltelt. Az olvasókabin, ugye ez egy picit más terület, az a másik igen. életem. Igen. Ugye az a Kristályvölgy Egyesület projektje, amiben tehát az Európai Kulturális Főváros Program keretében valósult meg szintén. És hát szintén egy egyedülálló projekt, azt gondolom, tehát az országban egyedülálló, mert nincs ilyen több.
Igazából ez egy olyan látványosságnak készült, amiben a művészet, a természet szeretete valahol tud találkozni, és ezt ugye egyetemisták kapták feladatul, hogy próbáljanak olyan funkciókat összeilleszteni, ami egyébként nem illik össze. Ugye alapvetően a bivakszálást és az olvasást kellett összehozni, de most itt elmondom, hogy nem bivakszálás az olvasókabin, de így indult a történet. És ugye tavaly augusztusban voltak itt a Moholy Nagy Művészeti Egyetem hallgatói, és egy hét alatt építették fel. És olyan nagy népszerűségnek örvend, tehát mi is csodálkoztunk rajta, hogy ahogy jönnek a visszajelzések, hogy kijönnek ide, szívesen töltenek időt, fotózkodnak, mert trendi itt fotózni, vagy szelfit készíteni. Tehát igazából ez nem a tömegrendezvényeknek a helye, hanem ha valaki csendre vágyik, vagy megnyugvásra ilyen vágyik. Szubkulturális helyszín. Nem, én nem tehát még ezt sem mondanám. Tehát ez az a réteg inkább, aki szereti a természetet, is szeret, vigyáz és rá. Szeret is. Így van, tehát nem kötelező itt olvasni, mert olvastam ilyen kommentet, hogy olvasni otthon kell, miért egy kabinba. Hát akkor én olvastam vonaton is, meg buszon is, elnézést, igen, hogy nem otthon. Olvasóvonatnak. De hogy mindegy, hogy hol olvasunk, azt gondolom. És hozzánk ide a könyveket, én is vittem már oda fel legalább 200 önsegítő könyvet, és örömmel láttam, hogy ezekből már egy sincs meg, ellenben van helyette más. Tehát, cserélik. Hogy ha valaki különleges élményt akar, akkor érdemes ide felmenni. Ezt mi nem hirdetjük, nem is fogjuk, mert aki akarja, az megtalálja ezt és a helyet. És ez elterjedhet a... Hát igen, de jönnek folyamatos visszajelzések, tehát Budapestről írnak nekünk, vagy Debrecenből is írtak már, hogy voltak itt, nagyon jól érezték magukat, fognak jönni. Tehát hogy ez olyan, mint egy kis varázslatos erdei lak, ahova ha odamész, akkor beülsz oda, ha akarsz, akkor tölthetsz ott egy kis időt, vagy egyszerűen csak csendben vagy, töltekezel, tehát hogy ezt nem kell túldimenzionálni, hogy ez micsoda, ez az, ami, hogy ide kell menni, aztán meg kell élni ott éppen az életet, majdnem ami egy van. Szakrális hely, mondjuk a szó bizonyos vonatkozásában. Hát abban a vonatkozásban... Nyilván nem a vallás értelmét gondoltam, nem. Hanem az ember önmagában elmélyülhet egy kicsit. De ezt majd elmondom neked mindjárt, ezt a sztorit, mert hogy gyakorlatilag az utolsó két napban mindenki nagyon félt attól, hogy ez nem fog elkészülni. Éppen nem lehetett kapni gázpalackot, mert akkor nem volt a kutakon, de hát ugye kellett ahhoz, hogy a faanyagot megpörzsöljék. Lett. Nagyon gyorsan. Valaki segített. Hát valaki segített innen a szomszédból, konkrétan az Oravec Edit, ja. A Bányász Kulturális Egyesület elnöke. És aztán utána, hogy akkor nem lesz elég a pénz, nem lehet összerakni, és akkor kiálltunk oda a szélére, és mondtam a Baló Daninak, hogy mondom, te Dani, ez itt biztos, hogy sikerül. Mondom, nézd meg, hát az összes szőr áll a kezemben, ez egy varázslatos hely, olyan nincs, vagy nem. És lám-lám. És lám, és ment, és rendben volt minden, és szeptember 9-én át is tudtuk adni. Úgyhogy az egy varázslatos hely, igen. Akkor ugorjunk vissza a Csingervölgy Nonprofit Kft-re, mert végül is onnan indultunk, illetve az a beszélgetésünknek a fő csapás iránya. Egy dologról még nem beszéltünk, hát többről, de például az Ajkai Kristály Múzeumról, amit ugye megvásárolt az önkormányzat, vagy a Nonprofit Kft. Igen. Nem kevés pénzért, részletre sikerült ugye, 15 év alatt kell törleszteni a hajóton 30 millió forintos vételárat. Ott milyen tervek vannak? Mert hallottam már eléggé éles vitákat arról, hogy legyen kávézó, ne legyen kávézó, legyen parkoló, ne legyen parkoló. Tehát most van valamilyen konkrét elképzelés az ott fejlesztésekkel kapcsolatban? Igen, most a konkrét elképzelés legelőször az, hogy ugye azt a kiállítótermet, ami ebben több évtizede működött, azt megpróbáljuk megnyitni a nagy közönség számára, mert hogy erre óriási érdeklődés van országos szinten is. És ott nem csak kristályok lesznek kiállítva, hanem egyéb? Nem, itt most kristályok vannak, és egyelőre ennél tovább most nem is tudunk haladni. Tehát festmények, szobrok, kis plasztikák, nem? Nem, az majd egy Ez marad a Kristály Múzeumja.
Nem, az majd nem. Egy következő, mondok, nem. Majd akkor nem egy is következő mondok lépés lesz, amikor eljutunk odáig, hogy fel lehessen újítani az épületet, hiszen ennek a felső szintje az most nincs olyan állapotban, hogy ott esetleg projekteket tudjunk indítani, tehát itt mindenképpen fel kell újítani, ahhoz viszont megint majd pályázati támogatás kell, és akkor majd az onnan tud eldőlni, hogy mikor tudunk tovább lépni. Én bízom benne, hogy mi hamarabb, de idén biztos nem, mert igen. Sőt, még lehet, hogy jövőre sem, mert ugye annak is van azért egy átfutási ideje, amíg az ember megírja a pályázatot, benyújtja, elbírálják, támogatják, annyival támogatják, amennyit kértünk, vagy kevesebben, tehát hogy ez egy ilyen nagyon sok igen. összetevős feladat, de nagyon bízunk benne, hogy ugyanúgy, ahogy a világ első kriptongyárát, úgy ezt is sikerül majd, hiszen ez is egy nagyon fontos eleme Ajka életének, hiszen mégiscsak ez alapozta meg a városnak a úgymond világhírét. Különbözött-e már az, hogy körülbelül milyen egységekből áll majd ez a Ajka Kristály Múzeum. Hát, ha sikerül környéke. Felújítani, akkor nyilván ugye jó lenne sok olyan funkciót telepíteni ide, aminek köze van mondjuk a kristályhoz, az üveghez, a közösségekhez. Igen, tehát vannak elképzelések, hogy tudjunk olyan közösségi tereket kialakítani, ahol olyan kézműves workshopokat lehet majd csinálni. Hát ugye maga az üvegcsiszolás, vagy az üvegfúvás, az is egy kézműves tevékenység. Tehát, hogy azért valahol itt is megőrizni ennek a kultúráját, vagy ugye rengeteg képzőművészeti alkotásunk van, tehát hol, ha nem egy ilyen helyen lenne jó egy galéria, ahol ugye aki jön művészetkedvelő, hát nyilván akkor ő már ezt meg tudja nézni. Akkor nem tapogatóztam rossz fej, csak kicsit előre haladt, vagy igen, előre szaladtam. Igen. Tehát, hogy ez nem, ugye amit mondtál, persze hát ugye az embernek sok terve van, vagy sok ötlete van, de hát minden ötlet annyit ér, amennyit ebből meg tudunk valósítani, és ugye először mindig az első lépés az ott kezdődik, hogy megpróbáljuk megtervezni a funkciókat, de lehet, hogy menet közben változtatni kell, mert nem feltétlenül lesz jó úgy. Nem tudjuk, hát várunk pályázati kiírást, és hogyha ez megtörténik, akkor nem fogunk késlekedni, hanem akkor igyekszünk vagyis minél előbb beadni ezt. Elképzelések megvalósítása az ugyanaz kell, mint a háborúhoz, amit mondta Kukol is, mondott, három dolog kell. Pénz, pénz és pénz. Pontosan, de ne tévedjünk most el a háborús gondolatokba, inkább sok sikert kívánok a további munkához, és amihez vissza is engedlek most a beszélgetés után, amit nem volt könnyű összehozni, hát nagy rész az én hibám volt sajnos, de nagyon elfoglalt ember vagy, ebből is látszik, amit itt most elmondtál, és hát kívánom, hogy a nagy meg ellenére sikerül minden tervet megvalósítani. Köszönöm szépen!